Ellen White, Pátriárkák és Proféták. A Bábel tornya, 10. fejezet következik. A Bábel tornya. Isten Noéról kijelentette, téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Mózes első könyve, 7. fejezet, első vers. Tehát Mózes első könyve, 7. fejezet, első vers. Első Móz 7.1. Ezért csupán háza népét, ezt az egyetlen családot tartotta meg, hogy benépesítsék a sivár, elhagyatott földet, amelyet az özönvíz tisztított meg az erkölcsi romlottságtól. Noé három fiánál azonban hamarosan megmutatkoztak ugyanazok a nagy különbségek, amelyek a vízözön előtti világban voltak tapasztalhatóak. Sémben, Khámban és Jáfetben már láthatóvá vált utódaik jelleme. PP 117.1. Noé, isteni sugallatra, megjövendölte az emberiség ősatyáitól származó három nagy nemzetség történelmét. Kám utódairól inkább a fiúra, mint az atyára utalva kijelentette, átkozott Kanaán. Szolgák szolgája legyen atya fiai közt. Első Móz 9:25. Mózes első könyve, 9. fejezet, 25. verse. Kám természetellenes bűne elárulta, hogy a gyermeki tisztelet rég kiveszett lelkéből, és kimutatta jellemének elvetemült, gonosz voltát. Ezek a rossz jellemvonások Kanaánra és utódaira is öröklődtek, akik megrögzött gonoszságukkal kihívták magukra Isten ítéleteit. PP 117.2. A nevet Kanaán, Kanaán. Ugyanakkor Sém és Jáfet tisztelete atyuk és az isteni rendszabályok iránt szebb jövőt ígért utódaik számára. Noé ezt mondta két fiáról, áldott az Úr, Sémnek istene, néki legyen szolgája Kanaán. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban, legyen neki szolgája Kanaán. Mózes első könyve, 9. fejezet, 26-27. Terjedő versei. Első Móz 9:26-27, Sém utódaiból származott Isten választott népe, Isten szövetségének népe, és a megígért megváltó. Jave volt Sém istene. Tőle származik majd Ábráhám és Izrael népe, amelyből Krisztusnak meg kell születnie. Boldog nép az, amelynek az Úr az ő istene. Ez Zsoltárok 144. fejezet 15. versében van megírva. Tehát Zsoltárok 144:15. Zsolt 144:15, Jáfet pedig lakozzék Sém sátraiban. Az evangélium áldásaiban kiváltképpen Jáfet utódai részesülnek. PP 117:3. Kanaán ivadékai a pogányság leginkább lealjasító formáiba süllyedtek. Noha a profétikus átok szolgaságra ítélte őket, évszázadok teltek el annak beteljesüléséig. Isten addig tűrte gonoszságaikat és romlottságukat, amíg végül kimerítették hosszú tűrését. Ezután Isten megfosztotta őket függetlenségüktől, Sém és Jáfet utódainak szolgái lettek. PP 118:1. Noé jövendölése nem a harag vagy a kegi önkényes megnyilvánulása volt. Nem határozta meg fiai jellemét és végzetét. Csupán arra mutatott rá, mi lesz egyénileg választott életvitelük és maguk kialakította jellemük gyümölcse. Ez a jövendölés kifejezte Isten szándékát velük és utódaikkal kapcsolatban, tekintettel jellemükre és életmódjukra. A gyermekek rendszerint szüleik hajlamait, tulajdonságait öröklik, példájukat követik, tehát a szülők bűneit gyermekeik is folytatják nemzedékről nemzedékre. Így folytatódott, ismétlődött Kám rosszasága és tiszteletlensége utódaiban nemzedékeken át, átkot hozva rájuk. Egy bűnös sok jót veszt el. Prédikátorok könyve, 9. fejezet, 20. vers. Tehát Prédikátorok könyve, 9. fejezet, 20. vers. A 20 perc, PP 118,2. Másrészt pedig milyen gazdag jutalmat nyert Sém atya iránti tiszteletéért, szent emberek egész sorát látjuk utódai között. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, az ő magzatja áldott. Zsoltárok könyve, 37. fejezet, 18. verse és 26. verse. Tehát Zsoltárok könyve, 37. fejezet, 18 és 26. verse. Zsolt 37:18-26, hogy megtudjad,
hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeri ziglen azok iránt, akik őt szeretik és parancsolatait megtartják. Mózes 5. könyve, 7. fejezet, 9. vers. Tehát Mózes 5. könyve, 7. fejezet és 9. vers. 5. Móz 7.9, pp. 118.3. Noé utódai egy ideig ott laktak a hegyek környékén, ahol a bárka megfeneklett. Amikor sokasodni kezdtek, a hitehagyás hamarosan viszályokhoz vezetett. Azok, akik el akarták felejteni teremtőjüket és szabadulni akartak törvényének korlátozásaitól, állandóan bosszankodtak istenfélő társaik tanításain és példáján. Egy idő után elhatározták, hogy elkülönülnek Isten imádóitól. Ezért Sineár síkságára költöztek, az Eufrátesz folyó mellé. Vonzotta őket a táj szépsége, a föld termékenysége, és elhatározták, hogy ott telepednek le. PP 118,4. Eldöntötték, hogy várost építenek, a városban pedig egy olyan magas tornyot, amely az egész világot csodálattal tölti majd el. Ezeknek a vállalkozásoknak az volt a célja, hogy megakadályozzák az emberek szétszóródását a távolabbi területekre. Isten úgy rendelkezett, hogy az emberek széledjenek szét a földön, népesítsék be, és hajtsák uralmuk alá, de Bábel építői elhatározták, hogy egy közösségben maradnak, és ha lehet, az egész világra kiterjedő birodalmat alapítanak. Városuk így az egyetemes birodalom fővárosává válik, dicsősége felkelti a világ csodálatát és hódolatát, és az alapítókat híressé teszi. Álljon ott a nagyszerű torony, amely az egekig ér, építői hatalmának és bölcsességének emlékműveként, nagyságukat hirdetve az idők végezetéig. PP 118,5. Sineár földjének lakói nem hittek Isten ígéretében, hogy többé nem pusztítja el a földet özönvíz által. Sokan tagadták Isten létezését, az özönvizet pedig természeti jelenségek következményének tartották. Mások hittek ugyan egy felsőbb lényben, aki elpusztította az özönvíz előtti világot, azonban Kainhoz hasonlóan zúgolódtak, fellázadtak ellene. A torony építésének egyik oka az volt, hogy biztonságot nyújtson az esetleges újabb özönvíz esetén. Úgy gondolták, elháríthatnak minden veszélyt, ha a tornyot magasabbra építik, mint ameddig az özönvíz emelkedett. És ha képesek lesznek a felhőrétegekig feljutni, akkor remélték, hogy még a vízözön okait is kikutathatják. Az egész elgondolás arra szolgált, hogy még tovább fokozza tervezőinek büszkeségét, elvonja a következő nemzedékek lelkét Istentől, és bálványimádásba vezesse őket. PP 119,1. Miután a torony részben már elkészült, egy része az építők lakhelyéül szolgált, más lakosztályait pedig fényesen berendezték és feldíszítették bálványaik tiszteletére. Az emberek örültek sikereiknek, dicsőítették ezüst és arany isteneiket, szembeszegülve a mennyi és föld uralkodójával. Azonban az addig nagyszerűen haladó munka hirtelen megakadt. Isten angyalokat küldött, hogy az építők terveit keresztezzék. A torony már nagyon magas volt, úgyhogy a tetején munkálkodók nem tudtak közvetlenül érintkezni a földön dolgozókkal. Tehát munkásokat osztottak be különböző pontokra, hogy továbbítsák a szükséges anyagok rendelését, vagy a munkával kapcsolatos más utasításokat. De miközben az üzeneteket egymásnak továbbították, nyelvük összezavarodott, a kért anyag helyett mást szállítottak és a végrehajtott utasítás gyakran az ellenkezője volt az eredetinek. Zavar és rémület lett urrá mindenkin, az egész munka leállt. Megszűnt az összhang és az együttműködés. Az építők nem tudták megmagyarázni a furcsa értetlenkedést, haragjukban és csalódásukban egymást okolták. Szövetségük viszállyal és vérontással végződött. A mennyvillámokat szólt Isten haragjának jeléül és porba döntötte a torony felső részeit. Az embereknek érezniük kellett, hogy van Isten az égben, aki uralkodik. PP 119,2. Eddig az egész emberiség azonos nyelven beszélt, most azok, akik értették egymás beszédét, csoportokat alkottak és szétszélettek. És elszélesztette őket onnan az Úr az egész földnek színére. Mózes 1. könyve, 11. fejezet, 8. vers. 1. Móz 11.8, pp. 120,1.
De milyen nagy veszteség érte azokat, akik szembe helyezkedtek Istennel. Isten szándéka az volt, hogy amikor az emberek a föld különböző részein mint nemzetek letelepszenek, magukkal vigyék akaratának ismeretét, hogy az igazság világossága teljes fényében ragyogjon nemzedékről nemzedékre. Noé, az igazság hűséges hirdetője még 350 évig élt az özönvíz után. Sém pedig még 500 évig, úgyhogy leszármazottaiknak volt alkalmuk megismerkedni Isten követelményeivel, atyáikkal való bánásmódjával. Azonban nem szívesen hallgatták a számukra oly kellemetlen igazságokat, nem kívánták Istent ismeretükben megtartani, a nyelvek összezavarodása pedig nagy mértékben akadályozta az érintkezést azokkal, akik bizonyságot tehettek volna Istenről. PP 120,2. Bábel építői helyet adtak az Isten elleni zúgolódás lelkületének. Ahelyett, hogy hálásan emlékeztek volna vissza Ádám iránt tanúsított kegyelmére, Noéval kötött szövetségére, szigorát panaszolták, hogy az első emberpárt kiűzte Édenből és hogy özönvízzel árasztotta el a földet. De miközben Isten ellen zúgolódtak, önkényesnek és szigorúnak bemutatva, elfogadták a legkegyetlenebb zsarnok uralmát maguk felett. Sátán arra törekedett, hogy megvetést ébresszen bennük a Krisztus halálára előremutató áldozati szertartásokkal szemben, s miután a bálványimádás az emberek értelmét elhomályosította, rávette őket, hogy meghamisítsák ezeket az áldozatokat, és saját gyermekeiket áldozzák fel isteneik oltárán. Ahogyan az emberek mindinkább eltávolodtak Istentől, az isteni ellenvonásokat az igazságot, a tisztaságot és a szeretetet az elnyomás, az erőszak és a kegyetlenkedés váltotta fel. PP 120,3. Bábel lakói elhatározták, hogy Istentől független kormányzatot alapítanak. Voltak közöttük néhányan, akik félték az Urat, de az istentelenek kifogásai megtévesztették őket, és így belesodródtak azok terveibe. Ezeknek a hűségeseknek a kedvéért az Úr elhalasztotta ítéletét, és időt engedett a népnek, hogy mindenki megmutassa valódi jellemét. Amikor ez megtörtént, Isten gyermekei azon munkálkodtak, hogy eltérítsék őket szándékuktól, azonban az emberek teljesen egységesek voltak mennyet ostromló magatartásukban. Ha nem akadályozzák meg őket tervük véghez vitelében, hamarosan újra romlott lett volna az egész föld. Szövetségük lázadáson alapult, önmaguk felmagasztalására alapítottak királyságokat, amelyekben Istent sem kormányzás, sem tisztelet nem illette. Ha Isten ezt a szövetséget megtűri, hatalmas áradatként söpörték volna el a földről az igazságot, s vele a békét, a boldogságot és a biztonságot. Az isteni szabályokat, amelyek szentek, igazak és jók, Ez Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet 12. versében van beleírva. Tehát Róma beliekhez írt levél, 7. fejezet 12. vers. Nem. 7 óra 12 perc. Az emberek olyan törvényekkel akarták helyettesíteni, amelyek megfeleltek önző szívük szándékainak. PP 123,1. Azok, akik az Urat félték, ő hozzá kiáltottak, hogy lépjen közbe. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építettek az emberek fiai. Mózes első könyve, 11. fejezet, 5. vers. Első Móz 15. A világ iránti irgalmában az Úr meghiúsította a toronyépítők tervét, lerombolt a vakmerő vállalkozásuk emlékművét. Kegyelmében összezavarta nyelvüket, így akadályozva meglázadó terveik kivitelezését. Isten sokáig tűri az emberek romlottságát, bőségesen ad nekik időt, hogy megbánják bűneiket, de feljegyzi minden tervüket, amellyel igazságos és szent törvénye tekintélyének ellenszegülnek. A láthatatlan kormányzó kéz időről időre közbeavatkozik, hogy megfékezze a gonoszságot. Az Úr csalhatatlan bizonyítékát adja, hogy ő a világegyetem teremtője, a végtelen bölcsesség, szeretet és igazság, menny és föld legfőbb uralkodója, és hatalmával senki sem dacolhat büntetlenül. PP 123,2. A torony építőinek tervei gyalázatba és kudarcba fulladtak. Büszkeségük tornya balgaságuk emlékoszlopává vált. Az emberek mégis állandóan ugyanezt az utat járják önmagukban bíznak, Isten törvényét pedig elvetik. Ezt az elvet akarta Sátán megvalósítani a mennyben, és ugyanez az elgondolás vezette Kaint, amikor áldozatát bemutatta. PP 123,3.
Napjainkban is vannak toronyépítők. Elméleteket állítanak fel úgynevezett tudományos levezetések alapján, és visszautasítják Isten igéjének kinyilatkoztatásait. Elég vakmerőek ahhoz, hogy ítéletet mondjanak Isten erkölcsi uralma felett, megvetik törvényét, és önelégülten dicsekszenek az ember értelmi képességeivel. És mivel hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennük, hogy gonoszt cselekedjenek, Préd. Prédikátorok könyve, 8. fejezet, 11. vers. Tehát Prédikátorok könyve, 8. fejezet, 11. vers. 8 óra 11 perc, pp. 123,4. A magát kereszténynek valló világban is sokan visszautasítják a Biblia egyszerű, világos tanításait, és emberi bölcselkedésre, jól hangzó mesékre alapozott hitvallást építenek fel maguknak, azután úgy mutatnak erre a tornyukra, mint a mennybe vezető útra. Az emberek csodálattal csüggnek az ékes szóló ige hirdetésen, miközben az azt tanítja, hogy a törvényszegő nem hal meg, hogy az üdvösség megszerezhető az Isten törvénye iránti engedelmesség nélkül is. Ha Krisztus hitvalló követői elfogadnák az isteni mértéket, akkor az egységessé tenni őket, de mindaddig, amíg az emberi bölcsességet Isten szent igéje fölé helyezik, a megoszlás lesz az uralkodó. A különböző, egymásnak ellentmondó hitvallások és vallásközösségek közötti zűrzavarra rendkívül találó a Babilon elnevezés, amelyet a profécia alkalmaz az utolsó napok elvilágiasodott egyházaira. Jelenések könyve 14. fejezet 8. vers, valamint Jelenések könyve 18. fejezet 2. vers, tehát Jelenések könyve 14. fejezet 8. vers, valamint Jelenések könyve 18 fejezet 2. vers. Jel. 14.8, 18.2. pp. 124,1. Sokan mennyországot akarnak teremteni maguknak a gazdagság és a hatalom megszerzésével. Gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Zsoltárok könyve 73.8. Tehát Zsoltárok könyve 73.8. Zsolt. 73.8. Lábbal tiporva emberi jogokon, megvetve Isten tekintélyét. Gőgös emberek bizonyos ideig magukhoz ragadhatják ugyan a hatalmat, sőt sikeresek lehetnek vállalkozásaikban is, a vége azonban csak csalódás és nyomorúság. PP 124,2. Isten vizsgálati ítéletének idején élünk. A magasságos le fog szállni, hogy megtekintse, amit az emberek fiai építettek. Megnyilvánul uralkodói hatalma, s az emberi büszkeség alkotásai leomlanak ő előtte. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Zsoltárok 33:10-11-es vers. Tehát Zsoltárok 33. fejezet 10 és 11. verse. Valamint 13 és 14-es versek. Zsoltárok 33:10-11 és Zsoltárok 33:13-14-es versek. Zsolt 33:10-11-13:14, pp. 124,3. Akkor most következik az összefoglaló a Bibliából. Tehát Mózes első könyve 9. fejezetének a 18. versétől így szól Isten igéje. Tehát Mózes első könyve, 9. fejezet, 18. versétől így szól Isten igéje. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatja. 19. vers. Ezek hárman Noé fiai, és ők népesítették be az egész földet. 20. vers. Noé a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mesztelenre vetkőzött a sátrában. Hám, Kánaán ősatja meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének. 23. vers.
Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. 24. vers következik. Amikor Noé kiúzanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta. Átkozott Kánaán. Szolgák szolgája legyen testvérei között. Ezután ezt mondta, áldott az Úr Sémnek Istene. Legyen Kánaán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban. Legyen Kánaán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. 29. vers. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Mózes első könyve, 10. rész. Noé utódai. Ezek a leszármazottai Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik. Második vers. Jáfet fiai Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. Harmadik vers. Gómer fiai Askenáz, Réfat és Tógarmá. Jáván fiai Elisá, Tarsis, Kittím és Dódáném. Ötödik vers. Ezektől ágaztak szét országaikba a sziget lakó népek, mindegyik a maga nyelve alapján, nemzetségeik és népeik szerint. Hatodik vers. Hám fiai Kús, Micraim, Pút és Kánaán. Kús fiai Szebá, Havílá, Szaptá, Ramá és Szapteká. Ramá fiai Sába és Dedán. Kús nemzette Nimródot, ez kezdett hatalmaskodni a földön. Hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért 11. vers. Mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt. Arról a földről ment Assurba, és építette Ninivét, Rehóbót írt, Kelahot és Reszent, ezt a nagyvárost Ninive és Kelah között. 13. vers. Micraim nemzette a Lúdiakat, Anámiakat, Lehábiakat és Naftúhiakat. 14. vers. A Patrósziakat, a Kaszlúhiakat és a Kaftóriakat. 15. vers. Innen származtak a filiszteusok. Kánaán nemzette elsőszülöttét Szidont, azután Hétet, meg a Jebusziakat, az Emóriakat, a Girgásiakat, 17. vers, a Hivieket, az Arkiakat és a Színieket, az Arvadiakat, a Cemáriakat és a Hamátiakat. Azután elszélettek a kánaániak nemzetségei, úgyhogy a kánaániak területe Szidontól Gerár irányában, Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebúim irányában Lesáig terjedt. Ezek Hám fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint. 21. vers. Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. Sém fiai, Élám, Assur, Arpaksad, Lúd 23. és Arám. Arám fiai, Úc, Húl, Geter és Mas. 24. vers. Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert. 25. vers. Hébernek is született két fia, az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Jogtán volt a neve. 26. vers. Jogtán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot. 27. vers. Hadórámot, Úzát és Diklát. 28. vers. Óbált,
Abimáélt és Sábát, 29. vers, Ófirt, Havílát és Jóbábot, ezek mind Joktán fiai. 31. vers, lakóhelyük Mésától Szefár irányában a keleti hegyekig terjedt. Ezek Sém fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint. 32. utolsó vers. Ezek Noé fiainak a nemzetségei, származások szerint népekre tagolódva. Ezektől ágasztak szét a népek a földön az özönvíz után. Mózes első könyve, 11. rész. Bábel tornya. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. 3. vers. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. 4. vers. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színé. 5. vers. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. 6. vers. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. 7. vers. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. 9. vers. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. 10. vers fog következni újabb fejezettel. Sém nemzetsége. Ez Sém nemzetsége. Sém 100 éves volt, amikor Arpaksadot nemzette, 2 évvel az özönvíz után. 11. Arpaksad vers. Születése után Sém 500 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 12. Arpaksad 35 éves volt, amikor Selahot nemzette. 13. vers. Selah születése után Arpaksad 403 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Selah 30 éves volt, amikor Hébert nemzette. 15. vers. Héber születése után Selah 403 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 16. vers. Héber 34 éves volt, amikor Peleget nemzette. Peleg születése után Héber 430 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 18. vers. Peleg 30 éves volt, amikor Reut nemzette. 19. Reu születése után Peleg 209 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 20. Reu 32 éves volt, amikor Szerúgot nemzette. 21. Szerúg születése után Reu 207 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 22. Szerúg 30 éves volt, amikor Náhort nemzette. 23. Náhor születése után Szerúg 200 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 24. Náhor 29 éves volt, amikor Tárét nemzette. 25. Táré születése után Náhor 119 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 26. Táré 70 éves volt, amikor Abrámot, Náhort és Háránt nemzette. 27. Ez Táré nemzetsége. Táré nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. 28. Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén, Ur-Kazdínban. Abrám és Náhor megházasodtak. Abrám feleségének Száraj volt a neve. Náhor feleségének pedig Milká volt a neve. Ő Háránnak, Milká apjának és Jiszká apjának volt a leánya.
Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Tári fogta fiát, Abrámot és Lótot, fiának, Háránnak a fiát és menyét, Szárajt, fiának, Abrámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kazdínból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. 32. Tári 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Ezzel a 10. fejezet Páciák és Proféták című könyvéből a Bábel tornya epizód véget ért. A tanulmányhoz Isten gazdag áldását kívánom mindenkinek.